Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás augusztus 29-éig. Az első kártyáknak mindig van egy fontos jelentése, és itt látható ez a szív, tehát szerelemről van szó, vagy mind azokról a dolgokról, amit ti kedveltek, ami lelkesít benneteket. A szív mellett megjelennek itt az utak. Választhatsz így, vagy úgy, itt döntésekről van szó. Vagy te hozod ezeket a döntéseket, vagy elvárod azt, hogy ő hozzon döntéseket. Hamarosan lesz itt egy beszélgetés köztetek. És ez a kisfiú utal újdonságokra, vagy egy új hírre, ami közeledik hozzád. A szív itt összefüggésben áll a holddal és ezzel a toronnyal. A holdnál érzelmekről van szó. A te vágyaidról, reményeidről, álmaidról, de nem csak téged érint, hanem őt is. Nála is megvannak ezek a vágyak, kívánságok, remények és álmok. De itt látható a torony, és amikor érzelmekről van szó, és a holdnál tényleg így van, akkor a torony azt jelenti, hogy fogva érzitek magatokat. Mert vannak félelmek és bizonytalanságok. De szerencsére itt vannak az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak mindent. Tehát eltávolítják ezt a tornyot, a félelmeket, a bizonytalanságokat, és akkor újra meg lesz itt az életerő, ez a fiatalos kisugárzás, és ez a kígyó jelenti ezeket a megújulásokat. Amit ez a torony még jelenthet, hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy, de az egerek segítenek, és ez le lesz zárva. Ha te egy hölgy vagy, akkor megjelensz itt a képen, és itt van egy kapcsolat a gyermekkel és ezzel a horgonnyal. A gyermek utalhat gyermekekre természetesen, de jelent egy új kezdetet. Ez a horgony jelenti azt, hogy végre odaérkezel, ahova szeretnél, és le tudsz horgonyozni. Ez lehet ez a szerelmi ügy. Amit ez a horgony még jelent, a hivatás vagy a munka, de a múltban voltak itt korlátozások, erre utal ez a torony. Itt is fogva érezted magadat a munkahelyen, de most lesz javulás egyrészt, mert az egerek a tornyot eltávolítják, azon kívül itt megjelenik a csillagkép, ami szerencsét hoz. Ez a kártya utalhat asztrológiára, erre a tudásra, vagy egy spirituális területre, és akkor itt lesz nálad egy munkahelyi változás, egy új kezdet, és ez a kisfiú utal ezekre az újdonságokra. A lelki társad itt látható a képen. Feléd figyel, de előtte van ez a felhő, tehát valami még átláthatatlan. Nem csak ami a szerelmi dolgokat illeti, hiszen itt egy sorban vagytok a szívvel, hanem ez a felhő utal a halakra is. És a halak szimbolizálják a pénzügyi dolgokat.
de itt is lesz segítség, mert ez a kassa elvágja a felhőt, és itt rendeződnek az anyagi dolgok. Ez utalhat rád is, de utal a lelki társadra is, hiszen ő kapcsolatban van a halakkal, és ezzel az ostorral, ami fáj neki, tehát vannak nála kiadások, vagy anyagi nehézségek. Ami még előfordulhat, arra utal ez a kígyó, hiszen ez szimbolizál egy nőt, és a kassa utal a válásra, és itt kell az anyagiakat rendezni, hiszen ez a hölgy szeretné a pénzt megkapni, és emiatt nála vannak itt a nehézségek. De nem mindenkinél hölgyet jelent ez a kígyó, hiszen ennek a kártyának van más jelentése is, és utal a megújulásokra, hogy az anyagi nehézségek elmúlnak, és lesz itt egy nyeremény, javul a helyzet. Ez a medve utal a testünkre, vagy az élet erőnkre. Itt meg lesz most ez a fiatalos kisugárzás, és ilyen esetben ez a kígyó utal a gyógyító erőre. Lehet, hogy megvan nálad ez a tehetség, és ha tudatában vagy ennek, akkor az még pénzt is hozhat neked. Amit még jelenthet ez az egészségügyi téma, hogy itt lesznek megújulások. Ha te vagy beteg, vagy valaki a környezetedben beteg, akkor itt lesz javulás. Utalhat egy bizonyos helyzetre is, amikor betegít téged valami, mert minden olyan átláthatatlan. Vagy van ilyen anyagi veszteség. Az is lehet, hogy valaki megbántott téged, vagy őt, akkor itt meg lesznek most a megújulások, mert itt van ez a transformáció, a gyógyító erő, és akkor javul a helyzet. Melletted itt látható a park, és az azt jelenti, hogy te állsz itt a középpontban nem csak a lelki társad, hanem mások is odafigyelnek rád. Itt megvannak most ezek a változások. Légy magabiztos, vedd kezedbe ezt a kulcsot, és légy nyitott olyan dolgokra, ami előnyös számodra, ami jót tesz neked. És ezzel a kulccsal nem csak ki tudsz nyitni valamit, amik a lehetőségek számodra, vagy jelenti a nyitottságot, hanem ezzel a kulccsal itt le tudsz zárni valamit. Itt megjelenik ez a kígyó, és ez lehet egy hölgy az ő környezetében, vagy a te környezetedben, és ez a sarló elvágja a kapcsolatot, tehát itt lezárul valami. Miért? Ezt mutatja itt ez az ostor, mert ez a nő megbántott téged, vagy megbántotta őt, itt vannak fájdalmas emlékek, és ha ez befejeződik, akkor itt kitisztul valami, és meg lesz újra az élet erő, erre utal ez a nagy medve. És ezek fontos döntések, hiszen ez a kereszt utal a sorsotokra, amikor a sors utatok kereszteződik, vagy az élet utatokon elérkeztetek ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. Itt is lesznek döntések. És ez a kapcsolat ezzel a nővel elmúlik, hiszen általa minden olyan bizonytalan, a sarló elvágja, és az egerek segítenek abban ezt a hölgyet
eltávolítani a környezetetekből. És én kívánok egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Dendel Rám!